Zsúfolásig megtelt autóbuszok, létfontosságú holmikat tartalmazó hátizsákok, fáradt gyerekek és kimerült felnőttek. Ezrével érkeznek a migránsok Horgosra. Vannak, akik megpihennek, mielőtt tovább folytatják útjukat, gyalog a szerb-magyar határ felé, mások azonnal továbbállnak. Azt mondják, nincs vesztegetni való idejük, hiszen még 15-e előtt szeretnének átjutni a határon. Németországba szeretnének eljutni. My country is war. And I have two children. I like they study. They are good life. Eddigi útuk zökkenőmentes volt, nem tudják, mi vár rájuk a továbbiakban. Day 15 September, this very very difficult for all people, because now any people here in the Serbia go today, go in the boundary after boundary, maybe if you close boundary 15 September, this very big problem, maybe this path to another path with the maybe to another country. A hétvégén is számos segélyszervezet érkezett az érintett településekre a határ mellé. Próbálnak könnyíteni a migránsok helyzetén, segélycsomagokat, élelmet, ruhákat osztanak nekik. Most došli smo eto da pomognemo ljudima koji nemaju ništa, koji begaju rata jedno drugo. Kao prvo, kao drugo doneli smo eto vodu, hleb, garderobu. A horgosiak egyre nehezebben viselik el a kialakult helyzetet. Rengeteg a szemét a faluban, a konténereket ugyan rendszeresen ürítik, a vasútmenti földeket még így is szeméthegyek borítják. Hétfőre közel 10 000 menekültet várnak Észak-Vajdaságba, mondta Lackó Róbert, a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület elnöke. A bevándorlóknak már csak egy teljes napjuk maradt a magyar törvények életbelépéséig.